We're looking at Proverbs 17, Példabeszédek 17, verse 22-t 22. nézzük meg. And I'd like to just for a few És egy pár thoughts gondolat erejéig share szeretnék on beszélni a a merry vidám heart szívről, and also rejoice in és arról, hogy always mindenkor and also örvendezünk, casting our és hogy a cares terheinket vessük on Krisztusra, Christ's care, cast az our aggodalmainkat anxiety vessük őre, in 1 1 Peter Péter chapter 5-ben. 5. When Paul wrote the Mikor Pál a epistle to the Filippibeliekhez Philippians, írt levelét he írta, that was under house házi arrest, őrizetben volt, Epaphroditus Epafroditus sick, beteg volt, there was és problems in the problémák voltak a church, gyülekezetben. there were people preaching, Voltak, akik azért prédikáltak, to bring, to hogy chide with the apostle versengjenek Pál Paul. apostollal. There were two ladies Volt két fighting hölgy, each akik other. veszekedtek egymással, Philippians 4 Filippi verse 4:2 2. szerint. There were people that were not Voltak, taking akik up nem the vették fel a cross, keresztet, that were living for és magukért themselves. éltek. And so Tehát there were voltak difficulties from the nehézségek outside kívül and then in his és a heart. szívében is, And yet he de was mégis able to képes volt under a house házi arrest to őrizetben rejoice in the Lord mindenkor always. örvendezni az And Úrban, again, és I újra say mondom, rejoice. That was örvendezni. our theme in Ez volt a 2019 year témánk a back konferencián June. tavaly nyáron. And so for people to be somehow able to process Ahhoz, hogy az life emberek in valahogy such a így way. tudják feldolgozni So az this életet, is our ez a thought for gondolatunk. today's Proverbs Példabeszédek 17, verse 17:22. 22. A merry A heart is vidám good elme jó medicine, orvosságul but a szolgál, broken a szomorú spirit lélek pedig tries the megszárasztja a bones. csontokat. The Szomorú broken lélek vagy a spirit megtört part. szellem. Here it Itt úgy describes a írja le, grieving hogy ez egy spirit ilyen always looking at the dark olyan szellem, ami side, mindig a sötét oldalt never látja, connected with és hogyha religion, flowing from kapcsolatban van a narrow and vallással, akkor perverted views, szűklátókörű és eltorzult nézetekből ered, és felszárasztja a csontokat, hatással van a testre, és gyengíti az erőnket, és az életerőt kiszívja az ember testfelépítéséből, és azt az életnedvet, amire szüksége van, azt megemészti, és így az az ember, akivel ez történik, annak az életereje úgy elszárad, mint egy virág a nyár hevében. Ez Charles Bridges, ez egyik kedvenc régi íróm a Példabeszédek könyvéről, és már össze van ragasztva, de nagyszerű könyv. És végezetül csak egy pár gondolat, hogy bátorítsak mindannyiunkat. If you can always see, you know, like we are told in Róma 8:28 azt mondja, hogy minden a javunkra van, nekünk, akik szeretjük Istent, és el lettünk hívva az ő célja szerint. Vagy mondhatnak más szavakkal, hogy azoknak, akik meglettek váltva, ha meg vagy váltva, akkor ott ugye Róma 8:28-29-30, 31-32 tanít erről. Minden a javunkra van, és ez csodálatos. És hogyha képesek vagyunk, és voltunk a parkolóban pár férfivel, talán 6-8-an lehettünk, és csak viccelődtünk, és nevetgéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Ha képes vagy megtalálni a humort, és könnyed szívű lenni, és sokat örvendezni, képzeld el ezt a példát, Apcsel 16-ban Pál börtönben van Silással együtt. Megverték őket, és megláncolták őket, és csak képzeld el, hogy képesek voltak az igazsághoz kapcsolódni, és Istenhez kapcsolódni, és a Szent Szellem építette őket. Ő mindig épít. Úgy hívják, hogy a vigasztaló, és ő mindig épít, és elvezet minket az örömünkbe, és egy mély módon értjük, érzékeljük az igazságot, és örvendezünk.
Volt már, hogy együtt voltál valakivel, és ott volt az örömnek és a bátorításnak a szelleme közöttetek? Az gyönyörű. Volt-e, hogy egymagadban voltál, és képes voltál gondtalannak lenni, tudtál énekelni egy dalt, vagy táncolni egy kicsit, dicsérni Istent, hálát adni neki, és szokásszerűen képes vagy a hitnek és az örömnek a szellemében élni, és a bátorításében. És lehet, hogy vannak napok, amikor nehéz ezt egyedül létrehozni, de legyen egy jó barátod, legyen valaki, akivel könnyed szívű lehetsz, és aki bátorít. Az elemezgetés része az életnek, de néha túlzásba visszük, mert igazából prédikátorokban azt olvassuk, hogy nem tudjuk teljesen megérteni az életet, és hogyha nem tudom teljesen megérteni a nagy képet, és Isten csak azt akarja, hogy gyalázatos szolga legyek, és dicsérjem őt, és bízzak benne, és vele járjak, akkor lássuk ezt. Van egy történet, amit valamennyien ismerünk, egy híres film, a Forrest Gump. És ez az ember nem volt a legtehetségesebb ember. Alacsony volt az IQ-ja. De a történet arról szól, hogy mennyire tisztelte az édesanyját, mennyire egyszerű volt, és mennyire becsületes. És újra és újra győzött, bár nagyon egyszerű volt, de volt valami a jellemében, ami győztessé tette, és örvendeztünk, amikor ezt láttuk. És mondjuk azt, hogy az életünkben Isten arra alkotott minket, hogy sokat örvendezzünk, hogy sokat legyünk hálásak, és az egyszerűségünkben ismerjük el őt, és lehet, hogy okosak vagyunk, sok mindenre képesek, de legyünk alázatosak ezzel kapcsolatban, és élvezzük az utat. És tudjuk, hogy Isten készített valamit a számunkra, ami lehet, hogy nagyon kihívó lesz. És tanuljuk meg, hogy hogyan tudunk nem túl magasan gondolkodni magunkról, hogy hogyan tudunk sokat örvendezni az életben, és hogyan lehetünk nagyon hálásak. És ne a magaslóról beszéljünk senkivel, hanem csak mondjuk azt, hogy imádjuk Istent, és járjunk vele. És örvendezzünk abban, hogy mások örömének a segítői leszünk. 2 Korintus 1.23-24. Nem azért, hogy uralkodjunk a hiteteken, hanem a ti örömötök segítői vagyunk. Ennyi. Fred Ellis visszaért Indiából, most önkéntes karanténban van 2 hétig. Isten hozott újra itthon, Pastor Fred, jó, hogy újra itt vagy. És dicsőség Istennek. Amen. Isten áldjon benneteket.